Kedves gyülekezet, a ma délelőtti ige hirdetésünk alapigéjét pedig olvassuk példabeszédek könyve 3. fejezetéből, az 5. és a 6. verset. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből olvasom az 5. és 6. verset. Így hangzik, tehát példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. és 6. vers. Így olvasom. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Egy nagyon ismert ige ez, de én úgy gondolom, mégis nagyon van elgondolkozni valunk vele kapcsolatban. Mert felteszem azt a kérdést, ezt ígéri, minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utadat. Felteszem a kérdést, hogy minden utunkban látjuk, hogy a Jóisten ott van, és ő igazgatja a mi utunkat. Mikor arról van szó, hogy keresztények összegyűlnek, és mondjunk el tapasztalatukat, ahol az élő Istennek a valóságáról meggyőződtünk, akkor sokszor olyan keresgélés van, és néha úgy magunk is elszomorodunk, hogy hát azért csak olyan régebbi dolgok, amit tudnék mondani meg, tulajdonképpen nem is olyan sok az egész életemből. Pedig ez az ige azt mondja, hogy minden utadban megismered őt, és ő igazgatja a te útjaidat. Igen ám, de csak mikor? Ha nekünk ez a lelki magatartásunk, hogy bizalmunk van teljes elménkből benne, és a magunk értelmére nem támaszkodunk. Valóban rábízzuk az útjainkat, és én azt hiszem, hogy mi nehezen szabadulunk meg attól a téveszmétől, hogy Istent igazában csak a nagy dolgokban illik segítségül hívni, és úgy gondoljuk azért az életünk legnagyobb részét a magunk értelme szerint kell intézni. Pedig biztosak lehetünk benne, hogy a Jóisten nem ajánlotta volna nekünk azt, hogy az életünk legapróbb dolgaiban is tanácsol és segít, ha nem olyan lenne ez a földi élet, ahogy valamikor valaki megfogalmazta, kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet, és ha nem lenne minden egyes lépésünknek és tettünknek akkora kockázata és következményei, és hogyha a mindenható Isten felajánlja nekünk az ő bölcsességének, az ő szeretetének, az ő kegyelmének a segítségét, akkor miért nem vesszük ezt igénybe, hogy tényleg nem támaszkodunk a magunk értelmére, hanem tényleg olyan teljes szívből, nem csak úgy, hogy úgy elmondjuk, hogy Uram vezess, Uram tanácsolj, hanem úgy rendbe hozzuk a saját szívünket, és tényleg olyan teljes szívből azt mondjuk, hogy igazgass, vezess, rád bízom az útjaimat. Ugye Jézus azt mondta, hogy nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva, és sok verebecskénél drágábbak vagytok. De valahogy mi ezt nehezen hisszük el. Igen, mindig elgondolkoztat János apostol első levelében egy ige, amely azt mondja, mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretete olyan nagy szeretet, hogy nekünk nehéz elhinni. Nehéz elhinni, hogy ő valóban ilyen abszolút szerető, gondviselő atya, és hogy ő ekkora ajándékot készséges és képes adni nekünk. Van egy ige a Szentírásban, amit én nagyon szeretek, az Ézsaiás könyve 26. fejezetének a 7. verse, ezt is szeretném elolvasni, tehát Ézsaiás könyve 26. fejezetében a 7. vers, amely a következőképpen hangzik. Tehát Ézsaiás könyve 26. fejezet 7. verse. Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját. Mondjátok, szép lenne, ha mindegyikünk élete ilyen egyenesen haladna, de ehelyett annyi kacskaringó, annyi kitérő, annyi melléfogás. De ennek nem kellene így lenni, mert azt mondja Istenről, hogy az igaznak ösvénye egyenesen készíted az igaznak útját. Csak hogy Istennél nincsen a legparányibb erőszak sem, semmilyen erőltetés. Tehát ez csak akkor működik, hogy ő egyenes úton vezet minket, akkor működik az, hogy a mi életünk minden útjában megismerjük őt, és ő igazgatja a mi útjainkat, hogyha nekünk teljes elménkből bizalmunk van benne, és a magunk értelmére nem támaszkodunk, és tényleg igénybe vesszük ezt a segítséget.
És azt kell mondanom, hogy most az idők végén különösen fontos, hogy legalább mostantól fogva ne hibázzunk, mert olyan nagy érték az idő, hogy felkészüljünk magunk a végső eseményekre és Jézus eljövetelére, és olyan érték az idő, hogy embereket mentsünk a Krisztus országa számára, hogy így mondjam, nincs időn kitérőket tenni. Óriási veszteség bármi lépést elhibázni az életünkben. És én a továbbiakban nem elméletileg szeretnék erről szólni, hanem gondoltam arra is, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok fiatal van jelen, és hogy nektek is nagyon jól érthető és követhető legyen az igehirdetés, és az emlékezetekben is megmaradjon. Én arra gondoltam, hogy Pál apostol életének néhány részletét emelném ki, hogy ezeket a törvényszerűségeket, az isteni vezetés és gondviselés törvényszerűségeit jobban megértsük és a szívünkbe véssük. Gondolom, hogy az mindenkinek ismerős, mindenki hallott már ugye a Pál apostol nevezetes élményéről a damaszkuszi úton, ugye, ahol Isten üldözőből tanítványát tette őt, ugye megszólította, majd látta a megdicsőült Krisztust, és hallotta, hogy megkérdezi, hogy mit kergetsz engem, hiszen éppen azért ment, hogy Krisztus tanítványait a szíriai fővárosban, Damaszkuszban is, az ott élő zsidókat, ugye, akik Krisztusban hittek, ezeket ugye megfegyelmezze a Sanhedrintől nyert felhatalmazással. És ott hallott egy titokzatos mondatot, ez a mondat pedig így hangzott, így szólította meg a mennyei hang, mikor megkérdezte, hogy ki vagy, Uram? Erre a megszólításra, hogy miért kergetsz engem? Ezt a választ hallotta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon veszélyes hiba, ami a Bibliánkban van, itt egy sajtóhiba, mert úgy fordítja, hogy az ösztön ellen rugódoznod. De hát itt éppen nem a természetes ösztönökről van szó, hanem az eredeti szövegben ösztöke van. Az ösztöke az a hosszú hegyes bot, amivel úgy megszokták böködni a csordában haladó állatoknak az oldalát, hogy menjenek előre. És mit sejtünk, hogy az ösztöke mit szimbolizál itt? Az Isten szent lelkének a munkáját, az Isten szent lelkének az ösztönzését, hogy az embert az üdvösség útján terelgesse és előre mozdítsa. És ez rávilágított valami nagyon fontos dologra, hogy, és pedig arra, amit talán Pál maga se értett eddig, hogy az ő egész üldöző heve, az, mert azt írja, hogy ez nem közönséges volt, amilyen hévvel ő belevetette magát Krisztus tanítványainak az üldözésébe, ez az üldöző heve abból származott, hogy le akarta győzni ezt a belül állandóan felhangzó halk szelíd hangot, amely az értelmét, a lelkiismeretét meg akarta győzni arról, hogy valóban Krisztus a messiás, és az ő tanítványai igaz emberek, és ezeket nem üldözni kellene, hanem meghajolni a Krisztus a messiás előtt. És itt szeretném feltenni a kérdést, hogy vétkezette Pál apostol azzal, hogy ez ellen az ösztöke ellen rugódozott. Ez egy érdekes kérdés, nem? Ez egy tényleg vétkezett ezzel, bűnt követett el, vagy nem követett el bűnt, hiszen azt is mondja más helyen, hogy ő tudatlanságból tette ezt, mert szerfelett rajongott atyai hagyományaiért. Legszívesebben megállnék és megkérdezném a véleményeteket, követett el bűnt ezzel, vagy nem követett el bűnt. Ugye ezek ilyen alig észrevehető ösztönös belső dolgok voltak, hogy benne vívódott az atyai hagyományok, és az, ahogyan a Szentlélek próbált rámutatni dolgokra, például arra, hogy István arca olyan volt a kivégzésekor, mint az angyal arca, meg hogy is viselkednek ezek a keresztények, meg sok mindent hozhatott a Szentlélek az eszébe, és ő ezt az ösztökének a belső mozdulatait mindig elfojtotta. Vétkezett, vagy nem? Hát arra szeretnék rámutatni, hogy ő maga úgy értékelte egyértelműen, hogy igen. Mert mindig így emlegette, hogy a bűnösök között első vagyok én, mert én háborgattam a Krisztus egyházát. Ugyan azt mondja, tudatlanságból tettem, a helytelen rajongásból tettem, de mégiscsak az volt, hogy noha ő Istent kisgyermek korától ismerte, nem kérdezte meg Istentől, nem kérdezte meg, hogy Istenem, te mit gondolsz,
hanem csak az atyai hagyományaiért rajongva, csak minden energiáját arra fordította, hogy ezt elnyomja magában. És nem volt ám ez ártatlan dolog, mert most szeretnék felolvasni az Apostolok Cselekedetei 26. fejezetéből két Biblia verset, Apostolok Cselekedetei 26. fejezetéből a 10. és a 11. verset, ahol azt olvassuk, hogy mi volt ennek a következménye. Apostolok Cselekedetei 26.10.11, így hangzik, így olvasom. Azt írja, a szentek közül én sokakat börtönbe vetettem, a főpapoktól a felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. Ezek szerint nem csak Istvánéhoz, még másokéhoz is. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem. Tehát valószínű, Jézus neve káromlására próbálta rábírni őket, hogy meneküljenek az üldözésektől. És azt mondja, felettébb dühösködvén ellenük kergettem őket, mind idegen városokig is. Megkérdezem, valóságos szenvedést okozott ez Krisztus tanítványainak? Hát valóságos szenvedést, börtönbe vetette, kergette idegen városokig, próbálta káromlásra kényszerni. Voltak, akinek a halálához szavazatával hozzájárult. Látjuk, csak egy kis rossz mozdulat belül, csak annyi, hogy elmulasztotta megkérdezni, hogy Istenem, te mit gondolsz? Nem imádkozott ezért, nem kérdezte meg Jóistent, hogy mit gondol, hanem mert ő beállt egy irányba, abszolút bízott a Sanhedrinben, és rajongott az ő atyai hagyományaiért, és ezzel ilyen mérhetetlen kárt és szenvedést okozott Krisztus egyházának. De most még valamit lássunk meg, hogy az Isten annyira ismeri a lélek rejtelmeit, annyira ismeri valakinek a belső indítékait, hogy mikor valaki hibát követel, bűnt követel, mert az ösztökét elfojtja magában, és nem az Urat kérdezi meg, és csak megy ilyen értelemben, hogy így mondjam, bizonyos értelemben az ösztön után, ami az ő eddigi ismereteiből fakad, és nem kérdezi meg az Urat, de iszonyú kárt tud vele tenni, rettenetes hibákat tud elfogadni. És mégis ami Istenünk milyen kegyelmes, mert ő személyesen megjelent Pálnak az úton, hogy megállítsa ebben a, mondhatnám így, álmokfutásban, és megszólította őt, és Pál apostolnak a lelkületét mutatja, hogy mi volt az a kérdés, amit feltett, mikor Jézus azt mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, mikor így bemutatkozott neki, és nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Mi volt Pálnak a kérdése? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És kedves gyülekezet, én erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék tenni. Nekünk ezt a kérdést úgy a szívünkbe kéne vésni, és rendkívül gyakran feltenni ezt a kérdést. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mi sokszor annyit aggodalmaskodunk, sokszor annyit vívódunk, és végül csak a saját ösztöneink, vagy éppen az isteni ösztöke ellen döntünk, ahelyett, hogy nagyon őszintén, de ez csak akkor használ, ha teljes szívből kérjük. Ha teljes szívből azt mondjuk, Uram, a te válaszodat várom. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Akkor következik be, hogy minden utunkban megismerjük őt, és akkor igazgatja a mi útjainkat. De ha mi ezt nem kérjük, nem igényeljük, nem fog így történni. Tehát lássuk meg azt, hogy még ha valaki egy tévúton indul is el, egy rossz úton is indul el, mert elmulasztotta megkérdezni Istent, még ha ezzel nagy károkat okoz is, de ha a szíve mélyén valójában ő Isten szerető, Isten kereső, az Isten olyan kegyelmes, hogy valahol, valamikor megállítja őt. És ha ő készséges erre azt a választani, hogy rögtön fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, akkor Isten kézbe veszi az ő életének a további irányítását és igazgatását. Mekkora mi Istenünk kegyelme. Nem azt számolja, hogy mennyi kárt tettél, nem azt veszi számba, hogy az én tanítványaimnak mennyi szenvedést okoztál, vagy mennyi rosszat tettél. Isten azt egy pillanat alatt elengedi, mint a 10.000 talentumot Jézus példázatában, és abban a pillanatban kézbe veszi annak az embernek az életét.
És ez is egy kérdés, hogy ha mi már sokszor egy rossz utat választunk is, és nem kérdezzük az Urat, de amikor ő valamilyen módon megállít, feltesszük azonnal a kezünket, és azonnal mi is csak azt kérdezzük, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Mindent szívesen elismerek, hogy teljesen hibáztam, teljesen rossz úton jártam. Mindent elismerek, és azonnal változtatok, ha te megmutatod, hogy ez az út, és ez a te akaratod, amit kövessek. Mivel Pálnak ilyen volt a lelkülete, ahogy mondtam, Isten kézbe vette az életét. És szeretnék most megint megmutatni egy részletet, ezt pedig olvassuk az Apostolok cselekedetei 9. fejezetéből. Ezt annak bizonyságaként olvasom, hogy Istennek mindegyikünk életére van terve. Tehát Isten nem tanástalanul áll, mikor mi tanástalanok vagyunk, hogy most mi lenne a mi életünknek a legjobb folytatása vagy a kibontakozása. Neki arra van kész terve, meglátása. És ezt a mondást is idézném, ezt Ellen White írja egy helyen, és én nagyon szeretem, azt írja, hogy Isten soha se vezet minket másképpen, mint ahogy magunk is akarnánk és választanánk, ha mi is úgy látnánk a kezdetből a véget, és mindent értenénk, amit ő lát. Tehát Istennek ez a legjobb terve van, a létező legjobb terve, ami ránk vonatkozóan, de ez csak akkor működik, ha mi ezt elfogadjuk, ha mi ezt igényeljük az életünkre vonatkozóan. Amit magunknak is választanánk, ha mindent úgy látnánk, ahogy ő látja. És itt olvasom Apostolok cselekedetei 9. fejezetéből, a 10. verstől, hogy Istennek mennyire volt kész látása arról, hogy merre fogja Pál életét tovább vezetni. Így olvasom. Volt egy, amikor már ugye ő Damaszkuszba bement, és ott 3 nap nem evett, nem ivott, csak forgott vele a világ, hogy ő milyen rossz utat követett, és most Isten hogy bocsátja meg az ő bűneit, akkor Isten hozzáküldött egy Anániás nevű tanítványt Damaszkuszból, és így olvasom a 11. verstől. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, menj el az úgynevezett Egyenes utcába, keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzusi embert, mert ímé imádkozik. És aztán így olvasom a 13. verstől. Felelt pedig Anániás. Uram, sok embertől hallottam a férfiú felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, és én megmutatom néki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Figyeljük csak, mit mond, hogy hordozza az én nevemet a pogányok előtt. Tudta már ekkor Isten, hogy Pál a pogányok apostola lesz? Pontosan tudta, hogy erre akarja az életét felhasználni. Azt mondja, királyok előtt. Kik voltak azok a királyok, akik előtt Pál tanúságot tett? Ugye az Agrippa király, aztán Néró császár, de az Isten ezt is már ekkor előre tudta, hogy királyok előtt is fog tanúskodni az én nevemről. Neki kész terve volt, és az Izrael fiai előtt is. És utána ezt mondta, mert én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Felteszem a kérdést, ez büntetés volt? Isten büntette Pált azzal, hogy most neki egy szenvedés teljes élete lesz, mert ő másoknak szenvedést okozott? Teljesen kizárt. Amikor az Isten megbocsát, akkor teljesen megbocsát. Ugye Anániásnak ezt az üzenetet is kellett közvetíteni, hogy most kelj fel, keresztelkedjél meg lemosván bűneidet. Ez a lemosván bűneidet azt jelenti, hogy volt és nincs, Isten megbocsátotta. Hanem miért kellett neki szenvedni? Mert ha az ember alkalmat ad sátánnak arra, hogy vádolja, akkor sokszor az Istennek szenvedéseken kell átengedni, hogy ezekben olyan az ő jelleme fénylő legyen, mint az arany, és az Isten ezzel elnémítsa sátán vágyait. Most képzeljük csak el, hogy sátán hogy vádolta Istent, amikor Pált azután a rengeteg kártétel után és szenvedés után, amit ő okozott Krisztus tanítványainak, elfogadta. Sátán hogy vádaskodott? És nem azért kellett Pálnak ezután szenvedni, mert az Isten büntetni akarta, szó sincs róla, hanem Isten azért engedte át szenvedéseken, hogy az ellenség vágyait elnémítsa, mert majd megmutatkozik ezekben a szenvedésekben, hogy az a Pál annyira megtért, annyira megváltozott a gondolkodásmódja, hogy nem róható fel neki az, amit korábban tudatlanságból tett,
mert lám most maga is kész bármilyen szenvedést elviselni a Krisztus nevéért és a Krisztus ügyéért. Tehát így vannak Istennek is kész tervei a mi számunkra is, egyenesen elkészíti a mi útunkat, van neki a legegyenesebb útja, a legjobb terve a mi számunkra is, ha mi kérdezzük, és minden lépésnél kérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjél, hogyha nem a magunk értelmére támaszkodunk, hanem teljes szívünkből azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjainkat. Így mondja az Efézusi levélben, ezt most már minden keresztényre alkalmazva, Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Szeretném feltenni a kérdést, jó dolog jókat cselekedni? Van az életben tisztább öröm, mint mikor látjuk azt, hogy Isten engem felhasznált, hogy ez egy jó cselekedet volt, ez egy jó lépés volt, ezt a helyzetet jól oldottam meg, ebben a helyzetben jól viselkedtem. És azt mondja, hogy az Isten nekünk jó cselekedeteket, nem kudarcokat készített, az ő tervében nincsenek bukások és kudarcok, hogy mi elrontsunk dolgokat. Az ő tervében jó cselekedetek vannak, amiket ő előre elkészített, hogy mi azokban járjunk. Szeretnénk az egész életünket jó cselekedetekben tölteni? Szeretnénk azt, ha Isten egyenes úton vezessen minket az üdvösségre? Ő kész erre, ő elkészítette a jó cselekedeteket előre, ő egyenes úton vezet minket, ha mi nem a magunk értelmére támaszkodunk, hanem teljes egészében ő rá. Aztán szeretnék Pál életéből további részletet is fölvillantani. Először is arra mutatnék rá, hogy néha nekünk úgy tűnhet, hogy így mondjam, a gondviselés elvesztette a fonalat, ami életünk igazgatásának a fonalát. Néha ideig, óráig úgy tűnhet. Mert mi történt Pállal, miután ott ugye Anániás megkeresztelte őt, biztos ismeritek a történetet, hogy akkor ő azonnal kezdett Jézusról bizonyságot tenni a zsinagógában, aminek az lett az eredménye, hogy a damaszkuszi zsidók eldöntötték, hogy megölik. És végül a kapukat is bezárták, gondoskodtak róla, hogy ki ne menekülhessen a városból, és a város falon éjjel kosárban eresztették le, hogy elmeneküljön a városból. És ezután Pál apostol még egy idő múlva fölment Jeruzsálembe, ott meg azt olvassuk, hogy féltek hozzá kapcsolódni a keresztények, féltek tőle, nem tudott bizalmat szerezni köztük, míg végül volt egy bátor tanítvány, Barnabás, aki szóba állt vele, komolyan meghallgatta, megismerte, meggyőződött az őszinteségéről, és ettől kezdve Jeruzsálemben is egy nagyon komoly tanúság tevője lett Jézusnak, de rövid idő múlva eldöntötték a megölését itt is, és akkor elküldték a jeruzsálemi apostolokat Tarzusba, a születési helyére, ugye Kis-Ázsiában azt mondták, hogy jó messzire menjen el, mert itt ugye ő, aki a Sanhedrin tagja volt, aki egy oszlopa volt, ugye a rabbinikus zsidó vallásosságnak, most Krisztus tanítványa lett, ez egy olyan botrány, egy olyan hatalmas bizonyság, hogy ezt csak az életére pályáznak és meg fogják ölni. És hány évig maradt ott Pál apostol? Sokáig. És úgy tűnt, mintha a gondviselés elvesztette volna az élete fonalát, illetve azt a fonalat, hogy az ő életét hogy vezesse tovább. És mi is sokszor úgy vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy van az életünkben egy olyan időszak, hogy mintha itt a fonalat elvesztettük volna, hogy most az Istennek még van terve velünk, mi a terve velünk, merre fogja vezetni tovább az életünket. De Isten mindent tud. Biztos, hogy Pál apostolnak most még szüksége volt arra, hogy lelkileg készüljön újabb hatalmas feladatokra, amelyekre Isten készíti. Most a tevékeny és bátor bizonyságtevését egy időre meg kellett szüntetni, mert az Istennek ez volt a terve. És aztán mi történt? Mikor Antiókiába, egy pogány városban kezdtek sokasodni a keresztények, és ott nagyon szükség volt egy alkalmas munkatársra, akkor az a Barnabás, aki már Jeruzsálemben megismerkedett vele, és pártfogásába vette, Antiókiából elment Tarzusba, és hívta a szolgálatba. Testvérem, ez biztos így van, hogy Isten nem veszti el a mi életünk vezetésének a fonalát. És mi csak figyeljünk arra, hogy egyszer csak majd hív, és egyszer csak meglátjuk az újabb jó cselekedeteket, amelyeket számunkra elkészített. És amíg egy ilyen olyan időszak van, amíg mintha nem tartana igényt ránk az Isten, akkor tudjuk azt, hogy annak valami célja van,
akkor nekünk valami lelki előkészületnek az ideje van. De volt nekem egy régi biblia tanítom, a kis János prédikátor, és ő azt mondta, hogy Istennek sok fejre és sok kézre van szüksége. És Isten egyetlen készséges munkatársat parlagon nem hagy. Majd az Isten jelentkezik, és ad neki feladatokat, és ad neki jó cselekedeteket. Ezt is tanúsítja Pál apostolnak az élete. Aztán szeretnék rámutatni arra, hogy bár Pálnak szenvedéseken kellett keresztül menni, az ő kezdeti hibája miatt, hogy az ösztök ellen rugódozott, és nem kérdezte az Urat, és ezzel ilyen bajokat okozott, hogy a sátán vágyait Isten elnémíthassa, de ezekben a szenvedésekben Isten csodálatosan megsegítette. Szeretnék most egy részletet olvasni az Apostolok cselekedetei 14. fejezetéből. Apostolok cselekedetei 14. fejezetéből olvasom a 19. és a 20. verset. Egy Lisztra nevű pogány városban tett tanúságot Pál apostol, de oda jöttek más zsidók Ikóniumból és Antiókiából, akik gyűlölték Pált, és a sokaságot felhetszelték, és Pált megkövezték. Így olvassuk. Megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Nem tudom, el tudtok képzelni, hogy milyen egy kövezés? Kiállítanak valakit egy helyre, és addig zúdulnak rá a kövek, míg belehal. Semmit védekezni, stb. Nem tud. Gondolom, senki se tartja egy finom élménynek. És megkövezték Pált. És nem akár milyen sebesülései lehettek, mert úgy feküdt utána ott, hogy az üldözői nyugodtan elmentek, hogy meghalt. De olvassuk a következő verset. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkeltvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Úgy lehet elképzelni, hogy mikor ezek a megkövezek, ezek az üldözők ott hagyták már, mert úgyis meghalt, és hogy így mondjam, letisztult a terep, akkor jöttek a Lisztrában lévő frissen megtért tanítványok, és szeretettel körülvették Pált, ő pedig felkelt, ez még hagyján, hogy talpra tudták állítani, de az, hogy másnap már elutazott, egy megkövezés után, amit holtnak hitték, hát szerintem itt az Isten támasztotta fel, és valami különleges kegyelemben részesítette. Tehát látjátok, a Krisztus nevéért viselt szenvedés az ilyen tapasztalatokkal jár együtt. Egyik oldalon Istennek meg kellett engedni, hogy Pál sokat szenvedjen az ő nevéért, hogy elnémítsa sátán vágyait, és azt annak az első nagy hibának a következményei miatt Isten elháríthasson róla mindent, de a másik oldalon Isten ezt ellensúlyozta ilyen kegyelemmel, hogy egy ilyen borzasztó büntény után, ami nem is tudni, hogy az egészsége milyen állapotban lehetett, és másnap el tudott utazni. Tehát itt ez csak egy magyarázat van, hogy az Isten őt fizikailag is megépítette, szinte feltámasztotta először, utána pedig fizikailag is annyira megépítette, hogy képes volt másnap elutazni a városból és folytatni a munkát. Azután szeretnék arra is rámutatni, hogy az Isten milyen kézzel foghatóan vezette őt. Hogy mennyire igaz az, hogyha valaki Istenre támaszkodik, akkor így mondja az írás, hogy minden utadban megismered őt. Hát az egyik, amire hivatkoznék, amit nem is olvasok szó szerint a Bibliából, mert ismert, ez a 16. fejezet, Apostolok cselekedet 16. fejezet 9-10. vers, ahol azt olvassuk, hogy Pál tervezte a maga útjait, hogy merre fog tovább haladni az evangélium hirdetéssel, de azt mondja, mindenütt akadályokba ütközött. És akkor ebben a Troás nevű városban, ugye, ami egy kikötő, és innét már Európa vezet az út, éjszaka egy macedón külsejű férfit látott, aki ezt mondta, hogy jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És azt olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, azonnal megértettük, hogy oda hívott minket az Isten. Testvérem, megkérdezem tőletek, milyen tapasztalataink vannak nekünk? Ha jobban igényelnék az Istent, jobban vezetne minket? Hogy ha nem is feltétlenül egy látomás által, de olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy most erre kell menned, most ezt kell tenned.
ugye akadályok torlaszolták el az útját arra, merre emberi értelme szerint akart menni, és egész biztos, hogy Pál feltételezem, hogy azt kérdezte Istentől, hogy Istenem, erre miért nem mehettem, arra miért nem? Neked mi a célod? És az életének ez volt az állandó refrénje. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ez a mi életünkben is a legfontosabb kérdés. Próbáljuk ezt sokkal, de sokkal többször föltenni. De olyan teljes szívünkből feltenni. Most, Uram, itt vagyok. Most te mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor úgy fogja igazgatni az életünket, mint Pálét. Itt is azonnal tudta, hogy most erre kell menni. Aztán megint látjuk, itt se kis szenvedésbe kerültek, ugye emlékszünk? Ugye ez, itt is sokat kellett Krisztus nevéért szenvednie, mert itt megint csak ugye megverték őket, kalodába zárva, börtönbe zárták, és utóbb a sebeiket ugye a megtérése után kezelte az a börtönőr. De az Isten milyen kegyelmet gyakorolt? Megkérdezem, milyen érzés az, amikor Isten én miattam földrengést támaszt, hogy kiszabadítson a börtönből is. És még ez is arra jó, hogy megtérítsen egy egész családot, nem? Hát mekkora élmények ezek? Hát emellett azok szóra se érdemesek. Tehát itt is azt látjuk, hogy bár sokat kellett szenvedni a Krisztus nevéért, amiatt a kezdeti hiba mellett, de az Isten ezt kimondhatatlan kegyelemmel ellensúlyozta, és ezek olyan tapasztalatokká váltak Pál életében, amit semmiért el nem cserélt volna, és oda nem adott volna. Aztán egy újabb dolog, az apostolok cselekedete 18. fejezetében olvassuk, hogy Korintus egy nagyon nehéz hely volt. Egy kikötőváros, ahol nagy volt az erkölcsi roblás, és sok minden Pálnak előtt megkérdőjelezte, hogy kell-e itt neki folytatni a munkát. És azt olvassuk, hogy Isten éjjel megszólítja, és azt mondja, Pál, szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Megint működik az isteni vezetés? Működik az isteni vezetés? Mi olyan sokszor vagyunk tanástalanok, és emberileg töprengünk, hogy most erre menjek, ne menjek, ezt tegyem, ne tegyem. Pedig hogy leegyszerűsödne az életünk, hogyha az aggodalmaskodás helyett, a bizonytalankodás helyett letérdelnénk, és olyan teljes szívből azt mondanánk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Te mondtad, hogy minden utadban megismered őt, igazgatja a te útjaidat. Komolyan igény tartva erre az ígéretre kérjük ezt Istentől. De ha tényleg kértük, utána nyugodjunk meg, hagyjuk rá, és tudjuk, hogy útba fog igazítani. És akkor ezt a sok gyötrelmet elspórolhatjuk, mert maga a mindenható Isten kész a mi útjainkat igazgatni. Aztán szeretnék arra rámutatni, hogy ezek után, mindemet csodálatos tapasztalatok után Pál apostol elkövetett egy jó szándékű hibát, de egy valóságos hibát. Erről az apostolok cselekedetei 21. fejezetében olvashatunk, amikor ugyanis ezek a zsidóból lett keresztények, azok között is ilyen vezetők, akik sehogyan nem értették meg, hogy a zsidók és a pogányok közötti válaszfal végleg leomlott, és ezek nehezteltek Pálra, hogy a zsidó szokásokat nem követi. Mert végül már aztán úgy azt az álláspontot vették föl, ezek a zsidókból lett keresztények egy része ezeknek, hogy jó, a pogányok ne tartsanak meg semmit a régi zsidó szokásokból, rendben van, de a zsidók továbbra is tartsák meg. Így akarták valahogy a zsidóságnak a kiváltságos szerepét biztosítani. Ugye azért az üdvtörténetben nekik ezután is van kiváltságos szerepük, ők többet teljesítenek, mint a pogányok, és nekik kivételezett helyük van. Pál apostol meg volt győződve, hogy az áldozati szertartások Krisztus halálával teljesen érvényüket vesztették. Ő ebben biztos volt, és abban is, hogy zsidó és pogány között semmi különbség nincs. De mégis azt olvassuk, hogy mikor utoljára Jeruzsálembe ment, és ott elbeszélte a sok tapasztalatot, amit Isten velük és a munkatársaival tett, mégis olyan kemény szívük volt, ezek pedig apostolok voltak, vének voltak. És ez már az az idő volt, mikor az első szeretet kezdett tünedezni, amikor már Sátán tudott behozni dolgokat. És azt olvassuk, hogy így szóltak Pálhoz. Meghallgattak mindent, látták, hogy Isten van Pállal, mégis úgy gondolták, az ő feladatuk egyértelműen utasítani Pált, hogy mit tegyen. Olyan jellegzetes a mondat, amit olvasunk, azt mondták Pálnak, most azt cselekedd, amit mi mondunk.
annak a Pálnak, akit Isten ennyire láthatóan vezetett, most ők akarták megmondani, hogy mit csináljon. És azt mondták, hogy hát olyan közvetett, egy ilyen kompromisszumos javaslatot, hogy ugyan ne a templomi szertartásban direkt vegyen részt, de vannak ilyen nazireus fogadalmat tett férfiak, és hát közvetve is lehet, mikor nekik letelt a fogadalmuk, akkor olyan közvetve vehet részt, hogy ő fizeti az áldozatot, ugye így mondták, kölcs rájuk, és azért megjelenik velük együtt a templomba, és azt mondja, így hallgattasd el az ellenségeidet. És mindjárt tudjátok, hogy mi lett ebből, hogy életveszélynek, közvetlen életveszélynek tették ki Pált, ezzel a nem mennyből ihletett tanáccsal, hanem mint egyházi vezetők úgy gondolták, hogy ő nekik a tekintélyük megvan ahhoz, hogy azt mondják, hogy azt cselekedd, amit mi mondunk. És ennek az lett a vége, ugye, hogy majdnem meglincselték a templomban. Ha azt olvassuk, csak akkor szüntek meg pár apostolt verni, miután így kiáltottak föl, hogy töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni, mikor jött a római ezredes és kimentette a kezük közül. És el tudjuk képzelni Pálnak a gyötrelmét. Ugye ott még nagy lélek jelenléte volt, arra kért engedélyt, hogy hadd szólhasson a néphez, tehát nem a maga bajával volt elfoglalva, hanem minden gondolata a bizonyságtevés volt. De utána, amikor aztán börtönbe került, és tiszta kilátástalan volt, hogy mi lesz ezután, és ugye tudjuk, hogy milyen tervekkel ment le Pál Jeruzsálembe, hogy innét megy tovább Rómába. És akkor olyan rettenetesen rázuhant az, hogy most ő elrontott valamit, mert ahogy visszagondolta, ugyan a békességért tette, az egységért tette, mert látta, hogy ezek az előítéletek, amit vele szemben támasztottak, sehogyan nem oszlanak el, és hát akkor azért, hogy ne kerüljön a jeruzsálemi apostolokkal ellentétbe, hogy próbálja a békességet és az egységet munkálni, a lelkiismereti meggyőződése ellenére belement egy kompromisszumba. És most azt látta, hogy nem mehet tovább a buzgó elgondolásában, hogy viszi tovább a Krisztus evangéliumát, és itt sínylődik tétlenül a börtönben, és rettenetesen gyötörhette ez az apostolt. De itt szeretnék megint egy törvényszerűségre rámutatni, mert velünk is megtörténhet, hogy egy adott ponton hibát követünk el. Annak ellenére, hogy a szívünk az Istené, de előfordulhat, hogy valahol nem szándékosan, talán ugye annyi út van előttünk, és akkor mi jó hiszeműen, jót akarva, de valahol mégsem az Isten tanácsa szerint döntünk, és elhibázunk valamit. Jobb lett volna másképpen, mi meg elhibáztuk. Mert Pál apostol is a világért semmi gonoszat, rosszat nem akart, csak azt, hogy egység, békesség legyen, hogy a bizalom legyen közte és a jeruzsálemi vezetők között. De mégis nem maradt meg szilárdan a lelkiismereti meggyőződése mellett, és mikor látta ennek a rossz következményét, akkor kétségbe esett, hogy most ő rontotta el az Istennek a terveit. Most akkor vége annak, hogy azoknak a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számára elgondolt. És bár az időnk végén vagyunk, de ezt mégis szeretném szó szerint elolvasni, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben keressük meg a 23. fejezetet, és a 23. fejezetben így olvasom a 11. verset. Ugye előzőleg azt láttuk, hogy egy kihallgatás volt a helytartó előtt, ahol megint majdnem széttépték őt, és Pálnak semmi reménye nem lehetett arra, hogy ő kikerül ebből a fogságból, vagy hogy valahol nem oltják ki az életét, és tényleg úgy nézett ki, hogy az ő bizonyságtevő munkájának vége van. És így olvassuk a 11. versben. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr angyala mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Ez volt az Isten kegyelmes válasza. Nincs vége a pályafutásodnak. És mi volt az Isten eredeti terve? Hogy királyok és pogányok előtt képviseli az én nevemet. És így is királyok elé került Pál? Ha nem követi el ezt a hibát, ez másképp történt volna. De ezt a mondatot szeretném a szívetekbe vésni, ezt is az én régi egyházi tanítomtól hallottam.
és illetve Biblia tanítónktól hallottam, aki ezt mondta, a jó szándékú tévedéseinket az Isten helyre hozza és jóra fordítja. Mert néha agyon gyötörhetnénk magunkat, hogy hát ezt pedig tudjuk, hogy az indítékaink nem voltak gonoszok, és tudjuk, hogy az Isten neven vetett bizalmat nem adtuk föl. De valahogy zavarodottságunkban, kimerültségünkben valahol mégis elhibáztuk. És mégsem pontosan azt tettük, ami a legjobb lett volna, ami az Isten akarata. És akkor látjuk a következményeket, akkor sokszor összeomlunk, és azt mondjuk, hogy hát elveszett a jó nyomvonal, és most már mi lesz velünk? De ilyenkor az Isten annyira irgalmas és kegyelmes, és annyira ismer minket, hogy ha nem gonosz indulatból, jó szándékból követtünk el tévedést, akkor nincs vége a történetnek, mert az Isten kegyelmesen jön, és ő hozza helyre a mi tévedésünket, és ő fordítja jóra ennek a következményeit. Mert itt is azt tette, hogy szólt Pálnak, hogy ne félj, bízzál, mert nincs vége a pályafutásodnak, mert Rómában is bizonyságot fogsz tenni. És bár igaz, hogy már fogolyként viselte a Krisztus nevét királyok előtt, de ez az isteni terv mégiscsak megvalósult. És én nem szeretném hosszúra nyújtani az ige hirdetést, hogy elvegyem az időt az ebédszünet elől, de még egy rövid dolgot szeretnék megemlíteni. És ezt újra mindenkinek a szívébe vésem, hogy a jó szándékú tévedéseinket az Isten helyre hozza, kiigazítja és jóra fordítja. És ezt látjuk Pál esetében is. És az utolsó dolog, amit említenék, végül Pál apostol ugye fogolyként viszik Rómába, és ezt a hajóútnak a történetét gondolom ismerjük. Mit gondolunk, miért támadt olyan nem közönséges vihar? Mert ez igazán nem közönséges vihar volt, mert azt olvassuk, hogy napokon át sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat nem látták. Egy nem mindennapi porzalmas vihar volt a földközi tengeren. Mit gondolunk, miért volt? Én úgy gondolom, hogy Sátán akarta meghiúsítani az isteni terveket. Nem tudta Pált elpusztítani, ugye, az ellenségei által, most el akarta pusztítani a tenger által és a vihar által. De a Jóisten ezek között is meg tud őrizni, és ebben is nagyon szeretném mindenkinek a bizalmát megerősíteni, mert sokszor azt gondoljuk, hogy na, egy betegség majd ledönt minket, vagy egy baleset jön. Sokszor annyira félünk ezektől a fizikai veszélyektől is. De amíg a Jóistennek terve van egy emberrel, amíg őt még vannak jó cselekedetek, amiket a számára elkészített, addig kizárt dolog, hogy ezek a dolgok keresztezzék Isten terveit. Addig mehet a dolog, hogy Sátán vihart támaszt ellenünk, vagy életveszélybe sodor, de az Isten ott van a helyén. És tudjuk, hogy milyen csodálatos volt az Istennek a közbelépése. Végül már azt látjuk, hogy ebbe a hajótörésbe nem is a százados, nem is az eredeti hajós kapitány volt a parancsnok, hanem Pál. Isten őt már arra használta fel, hogy állandóan ő mondta, hogy mit kell cselekedni, és végül már mindnyájan hallgattak rá. És milyen volt az, amikor az Isten azt mondja, megint éjszaka mellé állt. Hogy gondolkozhatott Pál? El tudjuk érzem, amikor ez a vihar tombolt, azt mondta, na mi lesz, hogy királyok előtt képviselem az ő nevét. De hát ha az Isten azt mondta, hogy te királyok előtt viseled az én nevemet. És akkor Isten megint mellé állt, és azt mondta, ne félj, Pál, mert a császár elé kell állnod. És ne félj, és ajándékul adom neked azokat, akik veled hajóznak. Milyen hatalmas Istenünk van, aki ugyan nem vesz ki a viharokból, de azokat bámulatos módon jóra fordítja. És van itt egy mondat, amikor Pál azt mondta, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy mondta. Na részünkről ez a lelki magatartás nagyon fontos. Hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy mondta. És még utoljára csak ennyit említek meg, emlékszünk, mikor arra a szigetre kikerültek. Akkor milyen bizonyságot kapott Pál, hogy Isten vele van? Ugye ő is nagy szorgalmasan szedte a tűzhöz, és egy vipara rátapadt a kezére, és azt mondták a sziget lakók, hogy ez biztos egy gyilkos, a tengerből megmenekült, de az Isten nem hagyja élni, hiszen tudták, hogy fogoly volt. Ő pedig lerázta a tűzbe a viperát, és semmi, de semmi nyoma nem lett. És az emberek akkor meg azt mondták, ez Isten. Hát ugye nyilván akkor még bőven voltak viperák, és tudták, hogy olyan nincs, hogy valakit a vipera megmart és életben marad.
Testvérem, jegyezzük meg ezt, hogy az Isten még a vipera marást is hatástalanítani tudja. Mindenféle fizikai veszedelemből bámulatosan tud kiemelni. Nem mondta Krisztus, hogy halálos tesznek, nem árt nekik. Azt mondta, hogy megtaposod a kígyót, és így tovább. Az Istennek az ígéretei tele vannak ezzel. És utána pedig azt olvassuk, hogy mikor ott a vidék főemberének a rokonát meggyógyítja, utána viszik az összes betegeket, és Pál minnyájukat meggyógyítja. Az Istennek a teremtő hatalma működött Pál által. Milyen megdicsőülés volt ez? Milyen megerősítés volt ez? Mennyire tudhatta Pál, hogy Isten vele van az úton? Megkérdezem, dicsőséges életút volt a Pálé? Nem volt szenvedések nélkül. A szenvedésekből Isten nem vette ki. Azok a kezdeti hiba miatt azokon át kellett menni. De végül egészen az utolsó pillanatig ez egy diadalmas, dicsőséges életút volt. És ezért szeretnék én mindenkit bíztatni, Isten egyenes utat készít nekünk. Egyenesen készíti az igaznak útját, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek bajok és veszedelmek, de hogy egyenesen vezet be az üdvösségbe, egyenesen vezet be a végső győzelembe. De ez csak akkor történik, ha a mi ajkunkon állandóan ez a kérdés van, mit akarsz, Uram, ha cselekedjem? És nem adjuk át magunkat se kétségbeesésnek, se aggodalmaskodásnak, se tanástalanságnak, hanem teljes szívből hisszük, hogy az Isten igazgatni tud. És hogy ő jó cselekedeteket készített nekünk, van értelme az életünknek. És ha mi bennünk ott van a készség, ő nem veszti el a mi életünk vezetésének a fonalát, és ezeket a jó cselekedeteket be is fogja teljesíteni általuk. És én szívemből kívánom, hogy nekünk is az emlékezetünkbe vésődjék ez az ige. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. És én kívánom, hogy viharok, nehézségek, szenvedések között is megtaláljuk, hogy ő igazgatja az utunkat. És lássuk azt a fonalat, ahogyan az életünket vezeti, és higgyük. Mondjuk azt Pállal együtt, hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten megígérte, hogy az Isten megmondta. Ebben a bizalomban erősítse meg Isten mindannyiunkat. Amen.